A magyar és a román kormány képviselőinek jelenlétében adták át Nagybányán a Boszkó Szent János nevét viselő szorványkollégiumot. Erdélyben ez a 31. ilyen jellegű létesítmény, amely a magyar kormány 290 millió forintos támogatásából valósulhatott meg. A nagybányai Boszkó Szent János szorványkollégiumot a Városliget bejáratánál álló egyházi ingatlanban rendezték be. Az átadási ünnepségen a magyar kormányt Brendos Réka, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezetője, a román kormányt Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes, a római katolikus egyházat Schönberger Jenő szatmári püspök képviselte. Szmutko Róbert nagybányai esperes plébános házigazdaként köszöntötte a vendégeket. A szorványkollégiumban a környező szorványtelepülésekről érkező, a Németh László elméleti liceumban tanuló gyerekek elszállásolásával és oktatásával foglalkoznak. Nagybányához és ez a környékhez érzelmileg is kötődöm családilag. Nekem édesapám nagybányai volt, a nagyszüleim is itt éltek, itt vannak eltemetve, és negyedik osztályig Felsőbányán tanulhattam. Úgyhogy nem csak azért fontos ez, mert a Nemzetpolitikai Államtitkárságon most egy olyan területen dolgozom, ami a határon túli magyarokat, az erdélyi magyarokat célozza, hanem amiatt is, hogy érzelmileg nagyon kötődöm ehhez a vidékhez. Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes kiemelte, hogy az RMDS politikája elkerülhetetlen módon nemzetpolitika is, az identitás megőrzés alapja pedig az anyanyelv és a magyar kultúra. A mi politikánk ugye sorsszerűen nemzetpolitika, ennek egyik erős pillére az oktatás, az anyanyelvű oktatás, és ahhoz, hogy az identitást meg tudja őrizni egy gyerek szorványban, akár a tömbvidéken is, anyanyelvét, kultúráját, ahhoz nagyon fontos, hogy magyar nyelven tanulhasson, és ezek a szorványkollégiumok ezt segítik, ezt szolgálják. Az ünnepi hangulat megteremtéséhez a Németh László elméleti liceum kórusa járult hozzá. A kollégium bent lakó diákjai Boszkó Szent János idézetekkel ajándékozták meg a hallgatóságot, a szalagátvágás momentuma után pedig az egyházmegye elöljárója megáldotta az épületet, és a vendégek meglátogatták a kollégium belső tereit.